Egy élvonalbeli csapat búcsúzott a Magyar Kupa országos főtáblájának második körében, a Puskás Akadémia 2-0-ra kikapott az NB3-as Kozár Michelintől. A megyebeli csapatok közül a másodosztályú Kisvárda Masterwood, a harmadosztályú Ceglédnél vendégszerepelt, és hozta két góljával, valamint rajci találatával 3-1-re legyőzte a hazaiakat. Az NB3 keleti csoportját vezető Nyíregyháza Spartacus egy fél idő alatt eldöntötte a továbbjutást, Abdurrahman kétszer, Szokol és Rezes egyszer volt eredményes, így az NB2 újonca 4-0-ás vereséggel távozott a városi stadionból. A megyei első osztályú nagyecsed az osztálytárs Ásotthalom otthonában harcolta ki a továbbjutást, a 2-1-re megnyert meccsen Ladányi és Ádámszki szerezte a vendégek góljait. Minőségi szinten készültünk, mint egy NB1-es, NB2-es klub, ezt az önkormányzat és az elnök úr lehetővé tette nekünk, előtte való nap leutaztunk, egy kényelmes vacsora, normális szállásunk volt, tehát ilyen szempontból semmilyen panasz nem lehet, csinált az edző úr egy átmozgató tréninget, utána szabad program, másnap pedig ugyanúgy egy könnyű reggeli, egy ebéd, és készültünk a mérkőzésre, ami hála jó Istennek, én azt mondom, tehát meg is lett az eredménye. Aznap leutaztunk, van vélemény szerint nagyon fáradt lett volna a társaság, ugye itt mindenki dolgozik, tehát nem profi körülményekről van szó. A mérkőzésen meg egy igazi, én azt mondom, kupa, akár egy bajnoki rangadó is, tehát nagyon jó hangulatú meccs volt, egy nagyon jó ellenféllel szemben, ezt hozzáteszem. Viszont én azt gondolom, tehát hamarabb is eldönthettük volna, ha a játékvezető vélemény szerint egy jogtalan 11-es nem ad meg az ellenfélnek. Szerencsére ez úgymond szünetben volt idő helyre rakni a fejeket, és azt mondom, hogy nagyot küzdve teljesen megérdemelten jutottunk tovább. A megyei első osztályú Máté Szalka a hazai pályán kapott ki 5-0-ra az NB2-es Balmazújvárostól, a szintén megy 1-es Tiszakanyár pedig a Bács-Kiskun megyei harmadosztályban szereplő Gérdellak vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget. A Magyar Kupa harmadik fordulójának sorsolását pénteken tartják, a csapatok pedig október 14-én lépnek majd pályára a következő körben.